A népmesék és mesék fája egy óriási fa, meg annyi gyümölcsöt lehet leszedni róla. Az utolsó olyan műfaj, ami az egész világot tudja ábrázolni. Szeme szénből, az orra meg paprikából, lába nincs, de minek is, ha úgy sem táncol. Ütött, kopott, rossz fazék a tökfödője, megbecsüli, hiszen jó lesz még jövőre. Albert Einsteinnek elég okos ember volt, a következőt mondta, hogyha azt szeretnéd, hogy a gyermeked intelligens legyen, akkor olvas neki sok mesét. De ha azt szeretnéd, hogy még intelligensebb legyen, akkor olvas neki még több mesét. A gyerek megszületik, és birtokba akarja venni, és birtokba is fogja venni a világot. Ehhez segíti hozzá a mese, és közben ugye felnőtt lesz belőle, ez is segíti a mese. Tehát a mese örök. Na most ez azt is jelenti, hogy a régi mesét semmiképpen se felejtsük el, semmiképpen se dobjuk ki, és az igazán jó új mesék is azért akkor lesznek jók, ha erre alapoznak, ha ebből indulnak ki. A népmese az egy alap, amíg a idők lesznek, addig lesz népmese is, hiszen minden népnek a vágyai, a hagyományai, egyáltalán a életképük tükröződik benne. A jó mese a gyermekek nyelvén kell, hogy írodjon, bármilyen korban is élünk. A jó mese nem oktat, de segít az önmegismerésben, és a hallgatónak katarzis élményt ad. Biztosan nem hallotta, gondolta magában a kisacsi, és még egyszer elmondta a mondókáját. Ám a szék most sem válaszolt. Hiszen ez alszik, szólt a kisacsi, és lábúj hegyen tovább ment. Nem attól lesz jó egy mese, hogy mennyi technikai újdonság van benne, hanem hogy mennyi tehetség és mennyi meseszerű valóság van benne. Meg kell mutatni a gyereknek a régi népmesékbe, és a varázslatos dolgokat, legalább olyan varázslatosak, mint amit mostani fejjel vagy agyja ki tudunk találni. Milyen különös gondolta a mi kisjasink, és így szólt. Én vagyok Samu, a kisjasi, és te ki vagy? Ám a másik kisjacsi nem válaszolt, de különben nem volt barátságtalan. Nem baj, gondolta a kisjacsi, azért jó, hogy nem vagyok egyedül. Meghajolt és elindult. Úgy látta, hogy a másik is meghajol és elindul valahová. Én a homokanimációimban is mindig arra törekedtem, a filmjeimben is, hogy érzelmileg fogja meg a nézőket. Tehát ez hihetetlenül fontos, mert akkor tud visszaemlékezni rá, hogyha valamilyen szinten, az ő szintjén érzelmileg meg tudja fogni, hanem akkor csak egy üres valami marad belőle. Magyar népesség is benne van minden, benne van a születés, benne van a halás, benne vannak a varázslatok, és benne van a túlvilág is, ha akarjuk. Most ezt azért mondom ilyen lelkesen, ha tetszik, hogy igenis tessék komolyan venni a mesét. A légy újra kezdte a keringést, szemtelenül zümmögött hozzá, de Samu nem figyelt rá, új barátjára gondolt, Mirmurra, és megfogadta, hogy feltétlenül fog szólni neki, ha lát egy egeret.